Sziasztok, szép jó estét! Sziasztok, sziasztok! Ma fogunk beszélgetni az Utas és Holdvilágról, ami a kedvenc könyvem. Már nagyon vártam a kibeszélőt. Bocsánat, mindig úgy kezdem, hogy bocsánat a késés miatt, de konkrétan alig bírtam összeállítani a helyszínt, és az utolsó pillanatban nem találtam a könyvet, úgyhogy de meglett, mert mindenfelé pakolgattam. Sziasztok! Tök jó, ebből látszik, hogy vártátok már, mert hirtelen 100-an lettünk. Na hát, a mai könyvklubban, ami már a 22. Nincs időm olvasni kíves könyvklubunk. Az Utas és Holdvilágról beszélgetünk. Rohantam, úgyhogy most mindjárt megnyugszom. Nem izgulok, hanem csak siettem. Megvárom úgyis, hogy megérkezzetek. Basszus, de sokan vagyunk. Hát gondoltam, hogy ez lesz, mert nagyon sokan szeretik, ez egy kultkönyv szerintem. Én minden helyen elmondom, hogy ez a kedvenc könyvem, de ezzel nem csak én vagyok így, mert pont az előbb gondolkodtam, hogy az Életem könyve rovatom évekkel ezelőtt a blogomon indult, mára pedig a podcastben folytatódik, és minden héten, most a karantén helyzet óta 2 hetente kérdezem meg az ismert embereket, hogy mi a kedvenc könyvük, hiszen ezzel is szeretnék olvasást népszerűsíteni tulajdonképpen. És nagyon sokan szokták mondani az Utas és Holdvilágot. Most első körben a Jocóbá jutott eszembe, aki lehet, hogy jön ma este, Lakatos Márk, és Détót Kriszta, akik rajtam kívül elsőként az Utas és Holdvilágot mondják, sőt, azt hiszem Rudolf Péter is, hiszen, ha jól tudom, a Pocketet az első körben, az Utas és Holdvilág Pocket jelent meg 2 év áprilisban. Azzal indult ez a fantasztikus sorozat, és azt Rudolf Péter ajánlotta. Szóval ma az Utas és Holdvilágról beszélgetünk. Van itt, aki másfél órája fejezte be a könyvet, akkor tök jó friss élmény. Nagyon-nagyon sok mindent szeretnék nektek elmondani. Őszintén szóval az elmúlt 2 napban rengeteget olvastam hozzá is a könyvhöz, hogy tudjak itt nektek mit mondani, minél érdekesebb dolgokat. Azon kívül, hogy most a regény cselekményéről beszélgetünk. Úgyhogy remélem, bele fog férni az időnkbe. Úgyhogy lassan el is kezdem. Ja igen, és Viszkok Fruzsi is, nagyon jó vagy, Regi. Valóban Viszkok Fruzsi is az Utast hozta nekem a podcastbe, mint kedvenc könyvét. Szóval kezdjük akkor röviden azzal, hogy miről is szól ez a könyv. Azok számára, akik esetleg vagy nem olvasták, vagy mégiscsak így induljon egy kibeszélő, hogy nagyon röviden felvázoljuk, hogy miről is szól ez a történet. Írja valaki, tavaly olvasta, Viszkok Fruzsi, igen, írjátok, tök jó. Szóval, miről is szól a történet, hogy egy fiatal pár, Mihály és Erzsi Oroszországban töltik a nászútjukat, amikor is tulajdonképpen Mihállyal történik valami. Velence történik vele, a sikátorok történnek vele, illetve egy régi ismerős felbukkanása, Szepetneki János ugye felbukkan a múltjából, és ez kissé megzavarja Mihályt, kissé felébred benne a kamaszkora, az elvesztett kamaszkora iránti vágy. Picit összezavarodik, valljuk be őszintén. És tulajdonképpen hát a konvencióknak kicsit ellentmondva lelép. Fogja magát, és tulajdonképpen megszökik ebből a helyzetből, ami talán nem tűnik túl ildomosnak, és egészen ritkán történik ilyen helyzet. Minden esetre elindul, hogy élete legfontosabb kalandjára, tulajdonképpen a gyerekkori titkoknak, a múltjának, a nosztalgiájának az érzéseit újraélje, megtalálja, keres valamit. Keresi Ulpius Tamást, aki kamaszkorában a legjobb barátja volt, Ulpius Éva testvérét. Róla is nagyon sokat fogok mesélni, meg fogunk beszélgetni a folytatásban. De tulajdonképpen Dióhéjban erről szól a történet, nem akarom elmondani a végét, mert biztos fog benne, hogy olyan is hallgatja, nézi ezt a kibeszélőt, aki még nem olvasta el, úgyhogy nem spoilerezném el a végét. Bár hozzáteszem, igazán jól elemezni úgy lehetne, hogyha a végével is kezdenénk valamit, de ettől most tekintsünk el. Összeírtam egy pár dolgot, utazásmotívumot, halálmotívumot, vallástörténetet, a szereplőket, Szerbantal életének párhuzamait tulajdonképpen Mihállyal és a történettel. Erről mind-mind egy nagyon érdekes, és szeretnék róla beszélni nektek. De talán kezdjük azzal, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez tulajdonképpen egy kulcsregényé vált, egy kultregényé vált, hogy nagyon sokan kedvencként emlegetik, hogy nagyon sokan azt tudják mondani, hogy ez a kedvenc könyvem, ezzel baromira tudok azonosulni. Összeszedtem pár dolgot, hogy szerintem ez miért lehet, de kezdem akkor saját magammal. Nekem mondjuk nagyon nagy mázlim volt az Utassal, mert hogy valahogy megéreztem, hogy mikor kell ezt olvasnom, és én Rómába mentem, amikor először olvastam ezt a könyvet. Azt gondolom egyébként is nagyon fontos a könyvek befogadásánál, hogy milyen lelki állapotban kap el minket, milyen helyzetben kap el minket, pláne még, hogyha a helyszín is kapcsolódik. Szóval nekem nyilván mázlim volt,
nem volt egy nagy zsákba macska, hogy tetszeni fog a történet, főleg úgy, hogy én Szerbantal munkásságából már más dolgokat olvastam, mire az utasig jutottam. Talán azt éreztem, hogy akkor volt ott annak az ideje. Azóta egy 4-5-ször már biztosan elolvastam, és mindig azt érzem, hogy Szerbantal ezt a történetet szerintem nekem írta. Hogy nagyon értem a poénokat, nagyon értem a kikacsintást, de hogy ami érdekes, hogy nem csak én érzem azt, hogy ezt a történetet nekem írta, semmiképpen nem szeretném kisajátítani, hanem arra akarom rávilágítani, hogy mi lehet az oka annak, hogy olyan sokan érezzük azt, hogy ezzel a történettel nagyon tudunk azonosulni, és tényleg olyan érzésünk van, mintha nekünk írta volna Szerbantal. Én azt gondolom, hogy első körben például azért, mert ki az, akiben még sosem merült fel az érzés, az a vágy, hogy mondjuk csapott papot ott hagyva hátat fordítson a hétköznapi életének, a mindennapoknak, és mondjuk megkeresse a múltját, megkeresse a múltjában lévő szereplőket, picit nosztalgiázzon, picit elinduljon megkeresni azokat a dolgokat, amiket valamikor elvesztett, mondjuk akkor, amikor felnőtté vált. Szóval emiatt szerintem már nagyon sokan tudunk vele azonosulni, nagyon különleges történet ilyen szempontból. Másrészt a regényben végigfutó dilemmáját a szabadságnak és az elköteleződésnek azt hiszem szinte kivétel nélkül mindannyian átéljük. Hiszen gondoljatok csak bele, ilyen az egész életünk. Választunk szakmát, választunk először is iskolát, választunk valamilyen szakirányt, tovább tanulunk, munkába állunk, aztán munkát váltunk, párkapcsolatokat kötünk, elköteleződünk, akár házasságra lépünk. Szóval mind-mind olyan dolog, vagy akár még gyereket is vállalunk, mind-mind olyan dolog, ami sokszor egy életre elköteleződés jelent, de biztosan hosszú évekre. És ez történik Mihállyal is a történetben. Hogy hirtelen egy olyan helyzetben találja magát, amire rájön, hogy nem zárt le a múltjában dolgokat, és meg kell keresnie erre a válaszokat. Emiatt is különleges, és azt gondolom, emiatt is sokan szeretik ezt olvasni. Közben írjátok páran, hogy igen, nektek is írta. Tök jó. Elmondok még pár dolgot, aztán olvasgatom, hogy miket írtok, csak engedjétek meg nekem, hogy néhány dologgal felvezessem ezt az élőt. Szóval ott tartottam, hogy tulajdonképpen olyan helyzetek sorozata, amit nagyon sokan átélünk az életünkben. Elköteleződés versus szabadságvágy. És tulajdonképpen azok az útkereső körök, én azt gondolom, amiket Mihály végül is talán későn kezd el, kamaszkorában elmulasztotta, ezért felnőttként úgy viselkedik, mint egy kamasz, és egy olyan helyzetből lép ki, amiből valljuk be talán nem lett volna ildomos, hiszen a nász útján ott van a friss feleségével, és egyrészt nagyon izgalmas, hogy nász útjukon elkezdi neki mesélni azokat a gyerekkori történeteket, a múltját, a kamaszkorát, amiben nem avatta be Erzsit. Elindul benne egy ilyen útkereső folyamat, amit végül is úgy old meg, hogy egyszerűen ott hagyja szegényt, kvázi rossz vonatra száll, és elindul egy másik irányba, amiben nyilván egy tudatosság is van, hiszen belegondoltok, akkor a nász éjszaka után, milyen kedves, nász éjszaka után kiveszi Erzsi táskájából az útlevelét, a papírjait, az iratait, és ezután történik ez a véletlenül rossz vonatra szállás, ahogy tulajdonképpen elágazik az életük két irányba, és Mihály elindul erre az utazására. Ami miatt még izgalmas a könyv, és ami miatt tudunk vele azonosulni szerintem, az maga az utazás. Ami, ha belegondoltok, egyrészt egy nagyon szimbolikus utazás, mert valójában ez az utazás nem más, mint Mihály önismeretében az utazás. Tudjátok, hogy ez egy kedvenc szavam, hogy önismeret. Akkor hívom úgy mondjuk, hogy a nosztalgiában való utazás, a gyerekkorba való visszautazás. Másrészt utazás fizikailag is, hiszen tényleg Olaszországot végigutazza, és ez a másik, ami miatt szerintem egy kultregény lett, mert hogy az ember tényleg azt érzi, hogy ott van Olaszország utcáin, nem csak Rómában, Velencében, Firenzében, hanem még egy millió helyen, ahol jár, kisebb falvakban és kisebb városokban. És emiatt is lehet annyira kedvelni. Sőt, hát ráadásul az Olaszországsága miatt, milyen csúnyán fejezem ki magam, hiszen azért nagyon sok utazónak közkedvelt célpontja Olaszország. És ebből azért nagyon sokat kapunk a történetben. Nem hiába van belőle tulajdonképpen, ez az nekem sajnos nincs meg, de egy olyan fotóalbum is, ami végig utazza az utas és holdvilág állomásait, és ezeket fotóval illusztrálták, elég ritka és nehéz beszerezni egyébként. Szóval igen, közben látom, hogy írjátok, hogy a hiányérzet regénye, a magány regénye, így van, de hogy az utazásnál tartva valójában ez egy nagyon szimbolikus utazás. Utazás akár a misztérium és a képzelet határán, a valóság és a képzelet határán. Szóval nagyon izgalmas, hogy az utazást, mint motívumot, milyen sok szempontból tulajdonképpen visszaolvashatjuk ebben a történetben, és a Szerbantal életében is milyen fontos volt, de erről majd még egy picit később.
És ami miatt, ezt még felírtam magamnak, közben néha lenézek, mert annyi gondolatom van, hogy nem akarok összezavarodni és kihagyni fontos dolgokat. Ami miatt még szerintem ez egy borzasztóan izgalmas és jó könyv, az az, hogy az hagyján, hogy a nyelvezete milyen csodálatos, és hogy Szerb Antal tudásához szerintem kevés szerző ér fel. Nagyon sokszor emlegetem nektek a magyar irodalom történetét, vagy a világirodalom történetét. Én már gimiskoromban megismerkedtem ezekkel, és iszonyúan sokat jelentettek, és akkor fedeztem fel, hogy Szerb Antal milyen érdekes, hogy úgy ír, tudjátok, minthogyha egy professzort hallgatnánk, aki tisztában van a saját elképesztő tudásával, és a saját zsenialitásával, és azzal, hogy mennyire sokunk felett áll értelmileg, de mégis annyira bájos, és annyira szerethető, hogy ezt a, hát most hívom így a közemberek, az átlagemberek szintjére le tudja hozni. És pontosan ez történik az Utas és Holdvilágban, hogy míg ez egy szép irodalmi mű, mert tagadhatatlan, addig kicsit olyan, mintha azért ponyva is lenne, lektűr is lenne. Egyébként akkoriban, amikor megjelent, 1937-ben, akkor pontosan sokan ezt kritizálták, hogy nem tetszett nekik ez a sok lektűr, meg a romantikus vonás, hogy ez már kicsit ponyva irodalom, és hát tudjátok, hogy azért az irodalmi körökben a sznobizmus, mint olyan, az azért nem áll olyan messze. Szóval visszakanyarodva, nekem viszont pont ettől tetszik, és azt gondolom, hogy hál' Istennek 37 óta eltelt egy csomó idő, és ma meg már szerintem pontosan emiatt lehet könnyen befogadni, emiatt lehet nagyon szeretni, mert hogy nem egy száraz szép irodalmi mű, hanem egyszerre könnyed és egyszerre komoly. Nagyon sok komoly vallás és filozófiai történeti elmélkedés tartalmaz, amit szintén érdemes megfigyelni benne, mert rengeteget lehet tanulni is belőle. Ugyanakkor nagyon sok könnyed vonása van, ahogy mondtam, romantika és egyébként... Bocsánat, közben nézem, kisehet... Jó, most nem kezdek-e beleolvasni, mert akkor nagyon belezavarodok a mondandomba. Ja, igen. És kiírtam magamnak egy idézetet, hogy 36-ban, amikor megkérdezték Szerb Antalt, hogy mind dolgozik, nagyon sokat elárul, hogy mit mondott akkor. Azt mondja, hogy a legrokonszenvesebb vonása, hogy nagyrészt Olaszországban játszódik, ezen kívül főképp a nosztalgiáról van benne szó, ebből is látható, hogy romantikus regény esti olvasásra készült. Tehát ekkor dolgozik az Utas és Holdvilágon, az az elképesztő szerénység, olyan, mint a kicsit megpróbálná alulpozícionálni a művét, hogy ezt mondja, hogy esti olvasásra való. Szóval kicsit egyébként olyan ez a mű számomra, ugye van Mihály, aki nem tud elköteleződni, és billeg a konvenciók és a lázadás között, a polgári lét és a lázadás között, a misztérium és a valóság között, a kamaszkor és a felnőtt kor között. Kicsit olyan, mintha lehet, hogy tudatosan Szerb Antal a műfajjal is játszott volna, és nem tudná eldönteni, hogy most ez szép irodalom, vagy egy könnyed lektűr. És lehet, hogy ezt már csak én értelmezem így, de nekem emiatt is tetszik annyira. Szóval a regény maga olyan, mint Mihály, hogy nem tud elköteleződni, és nem tud dönteni. Szóval Szerb Antal iszonyúan szerethető egyébként is, és lehet, hogy én azért vagyok annyira oda ezért a műért, mert nem tudom elvonatkoztatni a szerzőtől, egyébként nem is lehet, mert rátérek a munkásságára, meg magára a szerzőre, és Mihály nagyon sok helyzetben Szerb Antalnak megfeleltethető, tehát magát írta meg ilyen szempontból a történetben. De nem is biztos, hogy kell, szerintem elvonatkoztattunk. Ugye erről is sokszor beszélünk itt a könyvklubban, hogy nem lehet szerintem kivenni a szerzőt a mű mögül, a mű alól. Sokkal jobban lehet érteni, sokkal jobban lehet kapcsolódni hozzá, hogyha tudunk a szerzőről egy csomó minden életrajzi elemet, vagy megértjük, hogy ezt miért írta úgy és akkor. Szóval... Igen, és még ezt írtam fel magamnak, hogy ez régóta foglalkoztat, és remélem, hogy nem túl durva, amit mondok, de én azt gondolom egyébként, hogyha Szerb Antal nem hal meg olyan fiatalon, 43 éves volt, akkor, és oktat, és ír, és nézzétek meg 43 éves koráig két micsoda munkát, most mutogatok ide a polcomra, de hogy a magyar irodalom történetére és a világirodalom történetére gondolok, hogyha folytatja, ha ír, ha oktat, akkor én azt gondolom, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy az egész magyar irodalom oktatás, a próza hagyományai egészen máshogy alakultak volna. Szerb Antalt máig a legironikusabb szerzőként tartjuk számon, emiatt is nagyon szerethető, akár az Utas, akár bármelyik műve, mert elképesztő, hogy micsoda iróniával játszik, dolgozik, nagyon sokszor jókat lehet mosolyogni, nevetni a szövegeim. Egyébként, ha már a halála, ugye azt érdemes tudni, hogy 44 telén Balfra került munkaszolgálatra, és 44 telén nyilasok kis hián nagyon verték,
és a feleségének fennmaradt írásaiból tudjuk, hogy állítólag 45. január 27-én hunyt el 43 évesen. Szóval kínzóan fiatalon halt meg tulajdonképpen. Amit érdemes tudni egyébként, hogy ahogy mondtam, hogy Mihály és Szerbanta között nagyon sok a hasonlóság, Szerbantalt is nagyon foglalkoztatta ez a kamaszkorban elvesztett barátok vagy nosztalgia, tehát folyamatosan vívódott ezen, ellenállhatatlan nosztalgiát érzett a kamaszkora iránt. Azt érdemes tudni, hogy az író 1936-ban Spanyolországba akar utazni, ez most az előzménye az utasnak, Spanyolországba akar utazni, de a polgárháború miatt meggondolja magát, és úgy dönt, hogy inkább Olaszországba megy, ameddig még van rá lehetősége. Ennek az olaszországi útnak az esszéje meg is jelent a harmadik torony címmel, amiben egyébként amellett, hogy tájleírások és mindenféle kultúrtörténeti fejtegetések vannak, az fontos tudni, hogy gyakorlatilag ugyanazokat az utakat járja be Szerbantal ebben a Vékonyka kis műben, mint amit Mihály az utasban, szóval abszolút tekinthető előzménynek, ez 36-ban írja, és 37-ben jelenik meg az Utas és Holdvilág, de azért a félelmeinek is hangot ad benne, hogy erről néhány szót ejtsek, a félelmeinek is hangot ad, hiszen azért a Mussolini éra viszontagságaival szembesül Szerbantal Olaszországban, és hogy mit is jelent a harmadik torony, ő azt vallotta, hogy bármi is történik a világban, a társadalomban, a harmadik toronyba el lehet menekülni, ami a művészetet jelenti. Szóval ez volt tulajdonképpen az ő ars poetikája. Hazajön, egyébként ez is zseniális, nagyon nehéz beszerezni, én ezt úgy szereztem be, hogy valaki jó drágán eladta nekem, moly.hu-n is benne is van az ő ex-librisze, de hát csak így tudtam megszerezni. Szóval hazajön, megírja ezt az eszékötetet, ami az utas előzményének tekinthető, és tulajdonképpen, ja igen, akkor egy dolgozott egy regényen, de tulajdonképpen foglalkoztatta azt, hogy meg kell írni az Utas és Holdvilágot, és úgy döntött, hogy leteszi azt a regényt, ami ugye a reformkori Magyarországról szólt volna. Ha jól tudom, ezt nem is írja meg. És belekezd az Utas és Holdvilágba, ami 37-ben aztán meg is jelenik. Az Olaszország és a kamaszkor összekapcsolódását fejtegető Utas és Holdvilágba tulajdonképpen. Igen, írjátok, hogy nagy veszteség a halála. Mi a címe a múltpontusnak? A harmadik torony, erről beszéltem most. Ez az Utas és Holdvilág előzménye tulajdonképpen. Egyébként a regénynek viszont nem csak ez az előzménye, mert 1919-ben írt egy novellát, Hogyan halt meg Ulpius Tamás címmel. Úgyhogy ebből is látszik, hogy mind a karakterei már nagyon korán megvoltak, mind pedig nagyon régóta foglalkoztatja ez a téma. Úgyhogy ez az Utas és Holdvilág másik előzménye, ezt sajnos még nem olvastam. Ahogy már említettem, az Utas és Holdvilág nem maradt ott egyébként osztatlan sikert, mert hogy nagyon sokan támadták azt, amit már említettem nektek, hogy néha átcsap a lektőrbe meg a ponyvába. Nagyon sokan egyébként kifejezetten erkölcstelennek tartották, tehát sokaknak nem tetszett akkoriban. Sokan pedig a regény pszichoanalitikai megalapozottságát kifogásolták, úgyhogy azért kapott kritikát rendesen. Ő akkor egyébként már egy befutott népszerű író volt, akkor már megírta a magyar irodalom történetét, és a Pendragon legendát is, szóval lehet, hogy a kritika részben ennek is szólt, ezt már talán soha nem tudjuk meg, de az, hogy mára az Utas és Holdvilág kultregény lett, az szerintem mindennél jobban kifejezi az, hogy hangjáték, rádiójáték, színházi adaptációk, tulajdonképpen most filmet forgatnak belőle éppen, említettem nektek, hogy van fotóalbum az Utas és Holdvilág helyszíneit végig fotózták a rajongók, és hát tulajdonképpen az Utas és Holdvilág olaszországi utazások első számú kelléke, amolyan, tudom, hogy készülnek is, vagy volt egy kis sok ismerősöm, és sajnos még nem, olyan kiránduláson, ami az Utas és Holdvilág helyszíneit járja végig, szóval tulajdonképpen tagadhatatlanul nagyon sokak életében ez egy fontos könyv. Ha már Ulpius Tamás felmerült az előbb, de lehet, hogy megnézem, hogy írjátok, hogy különleges kibeszélő. Igen, nyilván többet tudok erről a könyvről, mint amikor általában választok egy regényt, és azt kérem, hogy olvassátok el velem. Sem idő nincs mindig ennyire mélyen belemenni, másrészt ezt a regényt szerintem 5-ször olvastam már. Nyilvánvalóan most már nagyon sokat hozzá is olvastam, és emiatt is szerettem volna picit ilyen szempontból felkészültebben jönni mára. Egyrészt tudtam, hogy azért sokakat érdekel, másrészt szerintem, hogyha ilyen dolgokkal is tisztában vagyunk, ilyen plusz információknak és a tudatában vagyunk, amiket most én összegyűjtöttem nektek, vagy megosztok veletek,
akkor máshogy tudunk kapcsolódni a könyvhöz, és talán máshogy is értelmezzük ezt a könyvet. Úgyhogy ezért is szerettem volna ezeket mindenképpen elhozni nektek és elmondani nektek. És hogyha már ott tartottam, hogy mennyire hasonlít Mihály Cervantához, és hogy mennyire küzdött ő is a kamaszkorával, az elfeledett kamaszkorával, akkor Ulpius Tamás alakja, képzeljétek el, hogy valóban egy létező barátjáról mintázódott, lesek, hogy Térei Bennu volt a neve a barátjának, aki a leírás alapján még külsőben is nagyon hasonlított Ulpius Tamásra, amolyan androgűn jellege volt, ahogy írja is ezt Tamásról, és hogy az Ulpius családban ez a műgyűjtés, ami volt, ez a varázslatos világ, aztán majd minden történetről is mesélek, hogy az, aki esetleg nem olvasta, az képbe legyen, hogy miről is hadoválok itt. Ez a műgyűjtés, ez olyannyira életrajzi elem, hogy a Térei Bennónak az apja, Térei Gábor, az a Szép Művészeti Múzeumnak akkor az egyik vezetője volt, és művészettörténész, és az ő házuk valóban tele volt mindenféle műkincsel. Szóval Cervanttal az Ulpius házat erről mintázza. Szóval ezt abszolút az ő saját életéből hozza. Nézem a jegyzeteimet közben, hogy ne hagyjak ki semmit. És hát igen, ezt is sokan fejtegették, hogy tulajdonképpen ugye a regényből, ami miatt hát szintén érdekes momentum, hogy olyan, mintha Mihály Ulpius Tamást tulajdonképpen jobban, hát hogy is mondjam, jobban szeretné, mint egy barátot. Tehát sokan homoerotikus vonásokat vélnek benne felfedezni. De akkor ezen a ponton mesél kicsit a történetről. Ugye ott tartottunk, a legelején elmondtam, hogy Nász úton vannak, és Tamás, Mihály meglép, hiszen egyszerűen el akar indulni élete kalandjára, megkeresni a múltjában azokat a szereplőket, akik még élnek, és válaszokat akar kapni. Na de hogy miért akar válaszokat kapni? Erzsivel a Nász úton elkezdenek beszélgetni, Mihály elmondja neki, hogy el kell mesélni a kamaszkorát, azt, ami befolyásolja tulajdonképpen azóta is a választásban, akár a nők kiválasztásában, akár döntésekben, nagyon sok mindenben. És ez nem más, mint hogy kamaszkorában ő, hát örvényként írja le, de pánikbeteg volt, én ezt úgy fordítom. Tulajdonképpen azt érezte mindig gyerekkorában, egy különc fiú volt, nem volt túl sok barátja, hogy egyszer csak így megnyílik a föld alatta, és ő lezuhan. És nem tudta ezt a helyzetet kezelni, emiatt is azért kicsit különc volt, és kiközösítették. És nagyon sokszor a budai várnegyedbe járkált föl. Egyébként ez is zseniális a könyvben, hogy város a városban, ahogy egyébként Olaszországon belül és az útleírásokon belül a budai várnegyedet is behozza. És a várnegyedbe járkált föl, ahol egyszer, amikor rájön egy ilyen pánikroham, egy ilyen örvény, akkor Ulpius Tamás megérinti a vállát, és tulajdonképpen innen indul az ő barátságuk, ő Tamás menti meg Mihályt ebben a helyzetben, ettől a pánikrohamtól, és szép lassan arra eszmél, hogy már nincs több pánikroham, és hát nyilván ezt a barátsághoz köti, ez a folyamat kirángatja ebből a helyzetből. Megismeri Tamást és a testvérét, Ulpius Évát. Nagyon sokat elkezd járni az Ulpius házba, ahogy mondtam, rengeteg műkincs, nagyon különleges világ volt, és nagyon különleges volt az Ulpius testvérek kapcsolata is. Amellett, hogy iszonyúan összezártak, és nagyon szerették egymást, szeretik egymást, kicsit talán több is volt ez, mint testvéri kapcsolat, mert nagyon sok olyan utalás van benne, hogy nem csak, hogy Tamás volt a testvére szerelmes Évába, hanem minden fiú szerelmes volt Évába, és Éva tulajdonképpen uralkodott rajtuk. Egészen elképesztő, és kicsit ez is ilyen mitológikus, hogy milyen volt ott az életük kamaszkorúban, hogy képesek voltak nem járni iskolába, nagyon sokszor színházat játszottak, ami mindig halállal, szerelemmel végződött, öngyilkossággal, rituális színházakat játszottak el, és ebben tulajdonképpen Évót leuralt mindenkit, és minden fiú az ő kegyeit kereste. És így teltek el a kamasz évek, így teltek el a diák évek, folyamatosan az Ulpius házban voltak, és szépen lassan kialakult a hármasuk, egyébként erről is sok szó van, hogy aztán persze más fiúk is, más ismerősük is becsatlakoztak, nyilván mindig Éva volt az egyedüli nő, és mindenki szerelmes volt Évába. Na de hát aztán Tamás öngyilkos lesz, és a fiatalok szétszóródnak, és felnőnek. És innen, hát ezt a történetet elmeséli Mihály a feleségének, és itt történik az, hogy feltűnik Szepetneki János, ő is a gyerekkorukból egy ismerős, aki egyébként egy nagyon, nagyon faragatlan fickó, egy nagyon, hát még ugye egy ilyen történet is felmerül, hogy ellophatta egyszer az óráját Mihálynak,
és kifejezetten az arcukban mondja, hogy nem is szimpatikus neki Erzsi, mert egyszerűen haragszik Mihályra azért, mert hogy ő felnőtt lett tulajdonképpen, és hogy hátrahagyta a gyerekkorát, hátrahagyta a kamaszkorát, hátrahagyta a kamaszkori barátokat, és feldobja neki, hogy az egyik kamaszkori jó barátjuk Ervin valahol él, és Mihályban ez elindít egy folyamatot, hogy talán meg kellene keresnie, és meg kellene tudnia, hogy mi történt pontosan Tamással, és hol van Ulpius Éva. Történetről részleteket nem hiszem, hogy innentől kezdve érdemes elmondanom. Innen indul el ez az olaszországi utazás. Szerintem inkább olvasson az, aki nem olvasta, most nem fogom végigmondani a történetet. De azért volt ez fontos elmondanom, hogy kicsit tudjunk beszélni a karakterekről, a szereplőkről. Ugye mondtam, hogy az már maga egy óriási konvenciótól való elszakadás, hogy meglépi Mihály azt, hogy ez csak ott hagyja a frissen elvett feleségét. Nem csak, hogy egyedül hagyja, de hogy lelép tulajdonképpen a nász útjáról. És egy egészen más, ugye milyen Erzsi alakja? Erzsi alakja a lágy, a finom nő, az egyébként jó családból származó, a társadalmi elvárásnak tökéletesen megfelelő nő, és elindul, hogy felkutassa a femme fatale tulajdonképpen, a végzett asszonyát, Évát, akit egy misztérium len körül, és az egész gyerekkorukban ez így volt. Úgyhogy tulajdonképpen a történet arról szól, hogy Tamást és Évát keresi. Hát Tamás nem, mert ugye azt tudjuk, hogy azt elmondtam, hogy öngyilkos lett Tamás, de hogy Mihály végig azt érzi, ez az egyik ilyen bekattanása, vagy ilyen mániája, hogy őt követik. És én ezt úgy értelmezem, hogy az ő lelkiismeret furdalása, és az ő elvesztett kamaszkora az, amit Tamás kísértetében tulajdonképpen végig érez Olaszországban. Nagyon sokat ír a sikátorokról, hogy ott is azt érzi, hogy folyamatosan követik, és folyamatosan lelkiismeret furdalása van, és én legalábbis ezt így értelmezem, hogy ez a követés motívum, ez megfeleltethető tulajdonképpen Mihály lelkiismeretének. Ami még nagyon fontos, ja igen, és hát a kérdést felírtam magamnak, hogy egyáltalán honnan és miért szökik el Mihály, erre most félig adtam választ azzal, hogy tulajdonképpen a konvenciók elől szökik el, a polgári lét és a szabadság dilemmái játszódnak le benne, és tulajdonképpen ebből a társadalmi elvárásból lép le, szakad el. Ahogy mondtam az elején, tulajdonképpen ez az útkeresést kamaszkorában talán nem tette meg, hanem csak sodródott az árral, tanult, feleségül vette Erzsit, és egy olyan ponton jön rá arra, hogy az útkeresés kimaradt, amikor már talán késő. De egyébként, ha megfigyeljük a regény alakjait, ugye nagyon sok szereplő felbukkan itt, most kicsit puskázok ilyen szempontból, mert csoportosítottam őket. Ott van Szepet neki, ugye, akit az előbb említettem, majd a későbbiekben egy vallástörténész, egy nagyon bohém fickó, Waldheim Rudi is feltűnik, aki egyébként Szerbantól ideológiai szócsöve, rajta keresztül a vallástörténetről, a halál, mint motivumról nagyon izgalmas dolgokat olvashatunk, ez a regény második fele. És ott van például a Severinus atya, aki pedig ugye Aszkéta. Ők mind-mind ilyen konvencióknak ellentmondó szereplők, és ezzel szemben ott van Erzsi, ugye, ahogy mondtam, az elvárt nő, az a nő, aki tulajdonképpen a konvencióknak megfelel, vagy ott van Pataki Zoltán, akit még nem említettem, Erzsi volt férje. Mihályt az is elindítja egyébként ebben az útkeresésben, hogy Pataki, akitől tulajdonképpen elszerette Erzsit, egy levelet küld a nász útjukkor nekik, amiben elmondja, hogy egyrészt vigyázzon Erzsire, milyen lovagias, másrészt ő egy gazdag bankár, hogy jól emlékszem, egy gazdag bankár, egy gazdag üzletember, és felajánlja Mihálynak, hogy tudja, hogy ő nincs olyan anyagi helyzetben, mint ő, szóval ha szüksége lenne pénzre, akkor csak szóljon neki. Szóval ez Mihályt rendesen kiborítja, és ez is talán hatással van arra, hogy elindul erre az útra. És ott van Mihály apja, aki majd a történet végén játszik nagyon nagy szerepet, nem akarok spoilerezni, úgyhogy nem mondom el miért, de ők mind-mind tulajdonképpen a társadalmi elvárásoknak megfelelő szereplők, akik mennyire izgalmasan szembeállíthatók azzal a másik három szereplővel, akit említettem, az atyával, Waldheimmel, vagy éppen Szepet nekivel. Ja, és egy nagyon izgalmas dolgot fedeztem fel, miután most már ötösszörre olvastam. Nem tudom, kinek tűnt fel, és most már tényleg olvasok kommenteket, ne haragudjatok, nem akarok figyelmen kívül hagyni senkit, csak szeretném ezeket elmondani, amik bennem vannak, ha már kutattam sokat. Észrevette valaki, hogy Mihály az egyetlen, akinek nincs vezetékneve a történetben? Én annyira ledöbbentem, mert hogy szerintem tényleg ötszörre olvastam most a héten, és mindenkinek van vezetékneve, csak Mihálynak nem. És ez is mennyire azt fejezi ki, számomra egy ilyen nagyon nagy aha élmény volt ez, hogy tulajdonképpen ezt a sehova sem tartozást,
hogy Mihály annyira lebeg tulajdonképpen, nem tudok jobbat, mint hogy a polgári lét és a szabadság dilemmáiban, és közötte, és a kamaszkor és a felnőttség között, hogy nincs vezetékneve. Nagyon izgalmas, ez kinek tűnt fel? Írjátok, írjátok. Szóval, na, nézek kommenteket, mert most már rettetesen sokat írtatok, és félek, hogy nem is fogok tudni mindenre válaszolni, és aztán még szeretnék beszélni egy kicsikét az utazás mint motívumról, mert számomra még az nagyon izgalmas, meg aztán mindenről, ami még felmerül. Igen, illetve, hogy Mihály bárki lehet. Ilyen szempontból is lehet a vezetéknév elhagyása, hogy jobban tudjunk azonosulni vele, azt mondjátok? Az Ópius család tagjai miért vágytak annyira a halálra? Igen, azt az előbb nem mondtam, hogy az Ulpius Évát és Tamást az is összekötötte, hogy közösen gyűlölték az apjukat. Ugye egyedül neveli őket az apjuk, aki egy nagyon hát gonosz embernek írják le. Nem tudom, mit szólt ehhez Térei Gábor egyébként akkor. Ugye említettem, hogy ez is önéletrajzi elem. Nagyon gonosz embernek írják le, aki tulajdonképpen nem is nagyon foglalkozott a két Ulpius gyerekkel, és ők emiatt is zárnak nagyon össze. Amúgy nagyon izgalmas, hogy azért abban az időben egyáltalán nem volt mindennapos, hogy a fiú és lány testvérek egy szobában aludjanak, ők mindig együtt aludtak, Tamás is nagyon sokszor náluk alszik, szóval azért látszik ebből, hogy egy egészen különleges viszonyuk volt. És tényleg ezekkel a színházakkal, a rituális öngyilkosságokkal belehajszolják magukat abba, hogy tulajdonképpen végül az lesz az eredmény, hogy Tamás tényleg öngyilkos lesz. De hogy miért vágynak ennyire a halálra, ezt én most így nem feltétlen tudnám megfejteni. Én azt gondolom, hogy ez a gondolom kőkemény gyerekkor, ha már gyűlölik az apjukat és egyedül neveli őket. Ők ilyen furcsa figurák voltak ilyen szempontból, ilyen tényleg társadalmon kívüliek, ilyen misztikusak. Miért vágyhattak a halálra? Nagyszerű kérdés. Nem tűnt fel, hogy csak neki nincs vezetékneve, de tényleg... Erzsinek van vezetékneve. Nem tudom pont most hirtelen, mi volt, de mindenkinek van vezetékneve. Erzsinek is. Ja, itt van a kezemben a könyv, most hát, ha megtalálom hirtelen. Vagy valaki keresse meg, az jobb. Nem keresgettem. Érettségi után azonnal könyvesbolt utas és holdvilág, niok miatt megvettem, mert úgy gondoltam, érdemes, de még nem olvastam. Ja, de kiolvastam, és egy nap alatt kedvencem lett, de jó, örülök neki, Edmond. Ja, írjátok, hogy milyen szimbolikus, hogy keresztneve van, és nem tűnt fel nektek. Na, örülök neki, hogy egy újdonságot akkor behoztam. Én a Szerbanta regényeimben általában azt érzem, hogy a nők csak mellékszereplők is kevéssé valósak. Erzsi és Éva is ilyen szerintem, írja Hanna. Mihály és akárcsak Jókai Tímár Mihály szereplője konvenciók és vágyak között örlődik. Engem Mihály írtóra idegesített az elején, néha megütöttem volna, írja Kriszta. Hát igen. 24 évvel ezelőtt ajánlgatták nekem olvasásra, mint kulcsregényt, írja Gábor. Persze ilyenkor just sem olvasom el, 10 napja azonban elővettem és pótoltam. Na és Gábor, tetszett? Azt írd meg nekem, léci. Nézem, hogy egymásnak válaszolgatok, amit nagyon szeretek. Nekem Donna Tár titkos történet című könyve jutott eszembe az Ópius testvérekről és a könyv hangulatáról. Na, azt még nem olvastam, de pótolni fogom, mert meg is van. Erzsi csak menekülés volt Mihály számára, nem? Hát igen, ez is érdekes, hogy mi a menekülés. Menekülés volt az, hogy Erzsit elvette feleségül, vagy menekülés az, hogy tulajdonképpen már úgymond későn elindul erre a nagy kalandra, hogy megkeresse a múltjának szereplőit. Mind a kettő egy menekülésként értelmezhető. Érdekes módon nekem a nők ebben a könyvben annyira idegenek távoliak, Mihály meg annyira közel áll, ezt írja Timi. Egyetértek abszolút. Nekem sem közeliek a nő alakok egyáltalán, ugyanakkor izgalmasak, és nagyon jó megfigyelni tényleg akár Erzsi és Éva közti ellentmondást. Van is egy ilyen idézet, ezt nem írtam ki magamnak, de hogy tulajdonképpen megkérdezi Erzsi még az elején, amikor elmeséli a történetet, hogy szerelmes voltál-e Évába, és kicsit arra is utal, hogy tulajdonképpen inkább Tamásba volt szerelmes. Kicsit azt érzem, hogy Ulpius Éván keresztül volt Tamásba szerelmes Mihály. És ebben nem biztos, hogy egyébként van homoerotika feltéten, hanem lehet, hogy az van benne, hogy lehet, hogy ti is tapasztaltátok, amikor, vagy láttatok már ilyet, vagy olvastatok róla, amikor kamaszkorban olyan mélységű egy barátság, és tulajdonképpen ezeket hívják barátságoknak, amikor kamaszkorotok óta jóban, rosszban, mindenben végigkísérjétek egymás útját. És ez, hol van az a mesdje, amikor el lehet választani a szerelemtől? Érdekes kérdéseket vett fel ez is, és ezért például ez a barátságról is szól, ez a regény.
Szóval távoliak, igen, és itt akartam mondani, hogy Mihály meg közel áll hozzád, és hogy igen, ezzel egyetértek. Van egy kérdés itt hirtelen. Érdekes kapcsolatok vannak ebben a regényben, írja Helga, igen, és minden van a regényben, tehát a prostituáltól, aki ellentmondásosan ugye a végén keresztapának kéri meg Mihályt, ami tulajdonképpen a sorsát megváltoztatja, de ez már spoiler lenne, egész odáig, hogy van egy vallástörténészünk, ez a Rudi Valheim, aki egy bohém fickó, és aki tulajdonképpen a hivatását, a vallástörténetet használja fel a szexuális hódításaihoz. Szóval, hogy ilyen mindent felhasznált és felbillantott tulajdonképpen Szervonttal. De hát ezt így kell olvasni, hogy direkt csinálta szerintem. Szervont a legjobb barátja is meghalt vajon? Na, ezt viszont nem tudom, hogy Térei Bennóval mi történt. Nagyon izgalmas az a név, hogy Bennó. Én még soha nem hallottam ilyen nevet, hogy Bennó. Ági említette, hogy a kötet 37-ben a Horthy korszak második felében jelent meg, jött Ricsi a történészünk. A társadalom mellett hogyan reagált a liberális hangvételi műre a korabeli konzervatív politikai vezetőség, Hóman Bálint vezető kultusztárca, milyen volt Szerbont a megítélés a 45 előtt és után, indexen volt vagy elismerték állami szinten és kivételes tehetségét? Na ennek speciál nem néztem utána, hogy Ricsi, ha megteszed, akkor azt még megköszönöm, hogyha megírod itt most hirtelen. Én azt gondolom, hogy annak okán, amit említettem, hogy azért kritizálták rendesen a művet 37-ben, amikor megjelent, és felrótták neki, hogy ez nem szép irodalom, és hogy egyenesen erkölcstelennek tartották sokan, és nyilván kifogásolták ezt a homoerotikus vonást is benne, amit tényleg tagadhatatlanul kiolvasható a műből. Én azt hiszem, hogy nem feltétlen volt a legelfogadottabb író, sőt, hát ugye a magyar irodalom történetét aztán majd nyilván a 40-es években be is tiltják, úgyhogy most, hogy ez 37-ben éppen hogy volt, pontosan nem tudom, de Rihárdom, kérlek, járj utána, történészünk, úgyis te vagy itt a csoportban. Na írjátok, hogy ezek a plusz infók átalakítják az eddig kialakult véleményt a könyvről, akkor még majd mindjárt mesélek, de írjatok nekem, hogy miért alakít bennetek át, mert erre vagyok kíváncsi leginkább, hogy az, aki mondjuk olvasta a könyvet, és most azt érzi, hogy ezeknek az infóknak a birtokában máshogy lát valamit, az írja le, hogy konkrétan mi az, ami érdekes volt neki, vagy mi az, ami tetszik, vagy máshogy látja. Na, örülök neki, hogy így tetszik nektek, hogy mondok infókat, majd legközelebb is akkor így lesz. Na, jön Bernadett. Csak én vagyok az, aki nem szerette ezt a könyvet? Mihály idegesített, ez az egész halálványos, gótikus, rémregényes feeling idegesített. Ráadásul én azt éreztem, hogy ha alapból nem lennék oda Olaszországért, akkor ez a könyv nem szerettetné meg velem. Most sok aspektus megvilágosított így nekem, de továbbra sem szerettem bele. Egyébként én abszolút el tudom fogadni, hogyha valaki nem érez akkora lelkesedést a könyv iránt, mint én. Én most megkérem a barátaimat, hogy ne írjanak messengeren, mert mindegyik felvillan, és nem tudok arra koncentrálni. Szóval mondjuk ők biztos nem nézik az élőt, ha írnak, na mindegy, kitekintés. Szóval el tudom fogadni, hogyha valaki nincs ennyire oda ezért a könyvért, de azt gondolom, hogy azoknak az infoknak a birtokában, amiket mondjuk el is mondok most nektek, meg ismerve Szerbontalt, szerintem azért ezt a művet talán lehet jobban szeretni, vagy jobban úgy olvasni, hogy megértsd azt, hogy mi az, ami miatt sokan szeretik. Persze nyilván simán lehet, hogy valakinek a halálvágyas, meg ez a gótikus írat, hogy gótikus rémregényes feeling, ez idegesített. Engem nem, de az tagadhatatlan, hogy hangulata van, és már emiatt is mondjuk szerintem azokat a könyveket, aminek ennyire hangulata van, és ennyire beránt, és ennyire ott vagy Olaszországban, és ennyire ott vagy a sikátorokban, az nyilván én jobban kedvelem, jobban szeretem, de hát az lenne a rossz, hogyha mindannyiunknak ugyanazok a könyvek tetszenének, vagy ugyanaz a férfi, vagy ugyanaz a nő, vagy ugyanaz a ruha, mert én mindig azt mondom, hogy a háború lenne, tehát az a jó, hogy másmilyenek vagyunk, úgyhogy semmi baj nincs azzal, hogyha nem tetszett annyira, én viszont most elmondom, hogy nekem miért tetszik. Az álmodozók, közben filmekről is beszéltek, oké, akkor most nézem, hogy nekem, amikor olvastam, sok volt, túl sok élmény, sok csapongó volt nekem, de szerettem olvasni, viszont most ezekkel a háttérszálakkal teljesen fellelkesültem. Életem irodalom órája ez, de cuki vagy. Köszönöm szépen. Még ugye nem is az volt a célom, hogy irodalom órát tartsak, de azt hiszem, igen.
Én teljesen el vagyok ájulva, hogy ennyire szeretitek ezt a könyvet. Nyilván bennem is átalakít egy-két dolgot, de nem tudok belehelyezkedni. Felháborít, sokszor idegesít az alakja, nem értek vele egyet. Számomra egy inkább negatív aspektus miatt szépek olvasás közben. Írd le nekem, hogy mi a konkrétum. Nagyon kíváncsi vagyok, Zsuzsa, hogy mi az, ami felháborít, ami nagyon idegesít. Írd nekem konkrétumokat. Egy picit fura mű, az abszolút így van. Igen, az, hogy tetszett, hogy Szerbantól írja Tibi, az megint a másik, ami miatt vitathatatlanul zseniális ez a könyv. Csodálatosan ír. Szerintem az egyik legjobb. Azok a mondatok, írja Tibi. Magvetős, függönyös külsővel van meg nekem a könyv. Pontosan mit jelkép ez a borító? Ez a padlás, ahol fel akarta magát akasztani Ulpius. Én azt gondolom, hogy Edmond jó helyen kapizsgálsz. Én most levettem a borítót, úgyhogy... Ja, várjál, csak itt van. Aha. Nagyon jó meglátás. A borítóról is szoktunk beszélni ugye ilyenkor, és tök jó, amit ír Edmond, hogy ez lehet-e a padlás, ahol Tamás felakasztotta magát. Na, ezt még nem figyeltem így meg, főleg azért, mert általában mindig leveszem a borítókat. Gótikus rémregényes részen nehezen haladtam, 3 éjjel, és nagyon fura álmaim voltak, szegény Kriszta, sajnálom. Sokszor úgy éreztem, hogy én már éreztem azokat a dolgokat, ami Mihályt hajtotta. Jaj, de jó, mit írsz, Ilona. Hát igen, pontosan erről beszéltem, hogy milyen sokan tudunk azonosulni vele, milyen sokan értik azt, hogy mi is az, amit Tamás, amit Mihály kereshet. Na, egy picikét akkor ott tartottunk egyébként, és kérdeztem tőletek, hogy észrevetétek-e, hogy Mihálynak nincsen vezetékneve, és ugye sokan ledöbbentetek és meglepődtetek. Klára rövid keresgélés után levették követ a polcról, és felkucorodott vele a díványra. Szerbantal, utas és holdvilág, nem korai gondot először a doktor, aztán legyintett magában az élet is korai, mégsem cenzúrázza senki. Várkonyi Zsuzsa férfélők lányregénye. Ne is mond, Anett, amikor ezt olvastam, ugye készítettem róla videót a Libri YouTube csatornájára, a Várkonyi Zsuzsa férfélők lányregényéről, szerinted mennyire örültem, amikor megláttam ezt benne? A filozófiai részeken kicsit át kellett rágnom magam, de cselekményes részek érdekesek voltak. Ági, miért veszed le a könyvekről a borítót? Azért, hogy védjem őket. Az én életemben a borító az, ami az értékesebb a könyv borítójához képest, és ez egy védőborító. Szerintem általában megfigyeltek, ezen van a minta, úgyhogy én úgy értelmezem, hogy erre kell vigyázni jobban, aztán lehet hülyeség. Mindig nálam van a táskában ugye a könyv, amit olvasok, és ezért azért rendszeresen sérülnek, a széle kopik, és szeretek azért vigyázni rá. Anett! A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Ezek a mondatok mindenkor megállják a helyiket. Írja Anett is, igen. Pont ma osztotta meg, hogy várja a kibeszélőt. Örülök, hogy itt vagyok, volt olasz tanárom. Valaha tanultam olaszt. Kicsit beteg ez a könyv, írja Krisztina. Engem Szabó Magdától az őz jobban berántott, de a város leírások nagyon tetszettek benne. Hát igen, az is egy kemény könyv azért az őz. Én nem tudok sokat belegondolni a testvérek halál utáni vágyódásába. Én is furcsa tinédzser voltam, emiatt a tesók is közel állnak hozzám, és a tiniknél van egyfajta fanatizmus az ismeretlen iránt, hogy mi lehet a halál után, senki nem tud róla semmit. Ma is vannak ilyen tinik, akár a zenei szubkultúrában. Akkor a színházba lehetett beleszőni ezt a kíváncsiságot. Imádom, hogy nem az átlag tinédzsereket mutat be Szerb. Dark elvont akár csak én tiniként. Nagyon jó, amit írsz. Pontosan ez lehet a válasz arra, amit korábban feltett valaki, hogy miért, Tibi szerintem, hogy miért vágyottak annyira a halálra. Ez a megoldás, hogy egyszerűen a gyerekeknek, nyilván nem mindenki, mert speciál én sem voltam ilyen, de nagyon sok gyereknek, tininek inkább azt mondom, hogy ez a halál iránti vágy, ami egyébként nagyon közel van a szerelemhez, vagy inkább a szexualitáshoz. Nagyon izgalmas volt, ez most egy kitekintés, de Várkonyi Zsuzsának a férfidők lányregényének a bemutatóján voltam. És van abban a regényben egy nagyon megosztó jelenet, amikor, hát most ez spoiler lesz, hogy fogja be a fülét, aki ezt nem akarja hallani, hogy van egy pont, amikor megkísérti a halálszere a párost, akik igazából ilyen szerelem és apa-lánya kapcsolat határán tengődnek, és szeretkeznek. És azt mondta, hát nyilván sokan támadták a regényt emiatt, hogy ez miért történik benne, meg sokan nem is értették, hogy ezt miért kell beletenni, és azt mondja Zsuzsa, hogy ez is kőkeny pszichológia és lélektan, és nagyon izgalmas és érdekes, hogy amikor az embert megkísérti a halál, amikor tényleg azt érzi, hogy meg fog halni, akkor állítólag szexuális éhséget támad.
ezt egy pszichológus mondta. Szóval azt gondolom, hogy emiatt van az, hogy például a szexualitás és a halál nagyon vastagon benne van ebben a műven, végig kíséri az egészet. És emiatt is különleges. 48 évesen nekem sem jött, tehát annyira regény, fiatal felnőttként kellett volna olvasnom. A halálva egy kicsit olyan borongossá, sötétté tette a történetet, ez engem zavart. Aki járt a helyszínen, annak biztosan többet mond a személyes élmények miatt, viszont nem vitatom el az irodalmi értékét. Mihály 15 évig erőltette magát, hogy más milyen legyen, mint amilyen. Szerintem ne sérüljön, gyűrödjön, szakadjon, ilyen okokból én is leveszem, írja más a borítóra. Ilyen, olvasok rám, nem hatott, de én, jaj, meg én megfordítottam, bocsánat, kétszer kattintottam. Azért vagyok itt, hogy másként lássak, írja Eszter. Remélem, Eszter, ez egy picit jobban meghozom a kedved majd hozzá. Nekem még éppen 46 évesen jött el az ideje, eszembe jutott a kamaszkoromat, az akkori gondolataimat, érdekes volt ezzel így utólag szembesülni. Ha korábban olvastam volna, biztosan nem ragad meg ennyire magával, vagy nem ragad ennyire magával, írja Eszter. Nagyon szurkoltam neki, megtalálja az útját, az élete megoldását, szimpatikus, ha valaki bátor ahhoz, hogy kipróbálja magát, és ne csak mások útját járja, írja Teréz. Ez is egy tök jó meglátás. Más kérdés, amit ugye mondtam már, hogy azért erre jó későn jön rá, és ezzel mondjuk aránytalan fájdalmat okoz a környezetének. Tehát mondjuk lehet, hogy gondolkodhatott volna, mielőtt elvette Erzsit, hogy esetleg megkeresse Évát, és Tamás szellemének a nyomására hasson-e. Bár lehet, hogy akkor nem kísértette, és lehet, hogy tényleg Velence a sikátorok, és szepet neki, és ez a sok-sok-sok rá törő érzés volt az, ami felébresztette benne az útkeresés iránti vágyat, de az tény is való, hogy igen, volt olyan bátor, hogy meglépjen, de értelmezhetjük úgy is, hogy talán hamarabb is kapcsolhatott volna. És izgalmas, amit írt az előbb az Eszter, hogy ő neki 46 évesen most ez mennyire jól jött, és hogy előidézte a gyerekkorát, tinikorát. Én azt gondolom, hogy pont ezért lehet jó ez a könyv tiniknek, fiatal felnőtteknek. Lehet, hogy ráébrednek arra, hogy az útkeresés, az önismeret, a nosztalgia, mint olyan, annak van ideje, amikor már nem biztos, hogy előnyös, hogyha azzal együtt élünk a lelkünkben. Szerintem értitek, hogy mire gondolok. Írtok idézeteket. A halál utáni vágy a felnőtti váláshoz is nagyon közel áll. Vége lesz valaminek, amit eddig ismertél, és kezdődik egy másik élet, írja Timi. Hát igen. Tulajdonképpen erről is szól, hogy a környezetéből, a gyerekkorából senki nem nőtt fel. Ő az egyetlen, aki felnőtt. Sem Szepet neki, sem Ulpius Éva, mind-mind tulajdonképpen valahol gyermek maradt. Végül is erről is szól, hogy mekkora az a szint, ami bennünk van a gyermeki énünkből, és meddig lehet ennek megfelelni, vagy ezt keresni, vagy ezt kutatni, vagy egyáltalán lehet-e azokat az érzéseket újraélni, és amiket tulajdonképpen kamaszkorunkban, vagy gyerekkorunkban éltünk. De egyébként valóban, ez a felnőtti váláshoz közel áll a halálvágy, vagy a halál utáni vágy, igen. Jó, mit írsz? Imádtam a férfidők lányregényét, most fejeztem be, azt írjátok sokan, hogy olvastátok és szerettétek. Mihályt időnként megráztam volna, kiborította a tehetetlensége, inkább zavart, mint elgondolkodtatott a depressziója. Írja Gabriella, megadom, megértem. Ezt mondta a Waldheim, a halál orgazmus. Ja, egyébként tessék, akkor ebben a könyvben is ez konkrétan benne van. Nekem a Várkonyi Zsuzsa égetben nagyon ebben a szemléletes példával, amit említett, meg ugye a férfidők lányregénye. Nekem nem nagyon különbözik szerb stílusa a nyugatos kortársaktól, nektek mitől más ő, akik nagy rajongók vagytok, kérdezi Hegedűs Kati, a volt irodalom tanárom, úgyhogy írjatok, válaszoljatok erre. Mihály utazásának az atmoszférája különleges, és néhol olyan érzésem volt többek közt a vallás és a halálkultusszal, mintha egy fantasyt olvasnék. Hasonló élményem volt a Pendragon legendánál, és a kutatással Szervantanak mindig volt ilyen fantázia műveiben. Szerintem amúgy igen, tehát a királyné nyaklánca is, a hetedik Olivier is zseniális, és mind egészen különleges mű, és egészen komoly fantáziája volt. Ja, és egyébként, ha már utazás, ja, azt majd mindjárt ezután elmondom, most megnézem, miket írtok. Nekem tetszett a könyv, de olyan, mint egy fejhagyma, rengeteg réteg van benne rajta. Megint nagyon jó, mit Tibi ír. Látom is, hogy ért 17 lájkot. Én is azt gondolom, hogy az, aki most először olvast ezt a regényt, és nem is biztos, hogy annyira tetszett neki, azért remélem, hogy gyűlölni nem gyűlölte, és nem bánta meg, hogy elolvasta,
azért ne tegye nagyon messzire. És lehet, hogy talán a mai kibeszélőnek az élményei után, vagy a közös beszélgetés élményei után, vagy csak ha egyszer érzed, mert szerintem van ilyen, hogy megszólít minket egy-egy könyv. Azért erről sokat beszéltem már nektek, hogy nekem szokott tényleg olyan érzésem lenni, hogy most ezt a könyvet kell elolvasnom. Részben erre épülnek a könyvklubjaink is, hogy van egyfajta megérzésem azzal kapcsolatban, hogy mi az, amire vágyik a lelkem, mi az, amit szívesen olvasnék, és hát ebbe behúzok ebbe a csőbe titeket is, mert hogy általában ez szokott lenni a közös könyv. Mert utána szerintem akkor van értelme az olvasásnak leginkább, ha meg is vitatjuk. És azt akartam csak mondani, na, hogy aki nem annyira érezte magáinak, az majd egyszer azért próbálja meg újra, hát, ha átértelmeződik néhány dolog. És azért második olvasásra egy olyan könyv, aminek mondjuk az előzménye, előtte nem tudtál semmit róla, egész más dolgokra tudsz felfigyelni. Tudod már, hogy mi lesz a történet, hova fut ki a cselekmény, nem arra figyelsz, hogy mi az esemény, hanem megfigyeled azt a sok-sok szépséget, ami benne van, akár a nyelvezetében, akár a stílusában, meg az a sok-sok rejtett poén. Én tényleg ötödik olvasásra is felfedezek új dolgokat benne, és hát igen, ha valaki ilyen jól ír, mint Szerbantól, vagy ilyen jól írt, akkor azért annak csemegézni is jó a mondatai között sokszor. Szóval nagyon jó a hagyma hasonlat, azt akartam csak kinyögni, ami most már 24 lájkot ér. Szerintem pont a házasság döbbentette rá, hogy most már véglegesen felnőtt, hirtelen sokkolt ez a tudat. Ja, hát igen, persze, ez alapvetően így van, jól mondott Claudia. Csak nyilván nem feltétlenül a nász úton szökik meg, hogyha az a plusz-plusz impulzus nem éri, azt gondolom. Még nekem olyan érzésem volt az elején, amikor a nász útjukat töltik, és elutaznak, és jól érzik úgymond magukat, és kávézó teraszán ülnek, meg bort isznak meg a szobában, meg hasonlók, hogy talán még nem kínoszta ez annyira sem, mint a Szepet neki felbukkanása. Lehet, hogy nekem is idősebben kellett volna elolvasni, Mihály beszorult két világ közé, hú, de sokan írtok. Engem az a rész nagyon megfogott, amikor Erzsi mondta, hogy nem működne, mert ő jobban szeretné Mihályt, aki Évát szeretné jobban Erzsinél. Pár évvel korábban talál meg a könyv, akkor könnyebb lett volna. Ettől a kamaszkorom. Wow! Ezt mondod, Edmond. Kíváncsi lettem a könyvre, mindenképp el fogom olvasni. Na, örülök neki, hogyha van olyan, aki most kedvet érez. Ervin sem nőtt fel, kérdezitek. Hát én azt gondolom, hogy ő se biztos. Engem kicsit zavart, hogy Mihály mennyire befolyásolható és mennyire naív. Talán emiatt is hányódik annyit, mert engedi, hogy mások irányítsák a saját útjukra, de a végén csak megtalálja a sajátját. Hát, és ha belegondoltok, erről szól az önismeret, meg az útkeresés, meg az önismereti utazás, hogy tulajdonképpen befolyásolható is, vagy kutatsz, magad sem tudod, hogy mi van belül, vagy mit érzel, vagy mit miért teszel úgy. És a végén aztán, ha minden jól megy, akkor megtalálod a saját utad. Szerintem Mihály is csak úgy csinál, mintha felnőtt volna, ez csak egy szerep volt neki, de nem ment, rájött erre, akkor lépett ki az aktuális életéből, és kezdte kergetni a fiatalkorát. Ez is jó meglátás, Niki. Viszont nem teszem messzire, valaki írja. Ja, igen, ez az egyik kedvenc idézetem nekem is, amit Gyöngyi Erika belinkelt. A szerelem mindvégig megőriz egy pillanatot, azt a pillanatot, amikor született, és akit szeretnek, sosem öregszik meg. Szerelmes a szemében mindig 17 éves marad, és kócos haját, könnyű nyári ruháját, ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, ami akkor fújt abban a végzetes pillanatban. Hát, ki az, aki azt mondja, hogy Szerbantól nem jól ír? Írjátok, hogy nyugatosok nagy rajongói vagytok, ezt Anett írta éppen a Katinak a válaszára. Én nem tudok erre válaszolni, miben más nagyon, mert megmondom őszintén, hogy nagyon Szerbantól fókuszú vagyok, és szerintem az összes nyugatos közül talán tőle olvastam a legtöbbet, és te tudod a legjobban, Kati, akkor ezt neked mondom, hogy ugye én 16 évesen vettem le a polcomról ezt a most már előképpen gyűrött borítójú, ha már kérdezitek, hogy a borítót védem-e, hát igen, elég durva, de 16 éves koromban vettem le a polcról, és kezdtem el forgatni. Azóta vannak benne posztitek egyébként, meg aláhúzások, és emiatt nekem más őt olvasni, tehát hogy ez egy szerelem. Bejelöltem, hogy újraolvasós, de semmiképp sem friss házasként. Ez jó. Igen.
Nekem időről időre van egy olyan érzésem, hogy újra kell olvasnom, mindig újat és mást mond. Tök jó, Hanna, amit írsz, én is ezt érzem. Nekem olvasás közben nem annyira jött át, tegnap fejeztem be, ma sokat gondolkodtam rajta, és egyre inkább tetszik, de le kell ülepednie nekem. Na, ez is nagyon jó, amit Eszter ír. Ez is nagyon sok könyvnél van így szerintem. Főleg egy ilyen kibeszélő után is lehet, hogy totál új értelmezést kap, vagy már máshogy olvasod, majd egyszer, ha lesz időd másodszorra. Ugye ezt is tudjátok, hogy én nem vagyok az újraolvasós típus, szerintem kevés, meg rövid az élet ahhoz, és nagyon sok könyv van, hogy újraolvassunk sokszor könyveket, de azért vannak kivételek, így a Kis Herceg, így a Harry Potter, így az Utas és Holdvilág. Egyébként Edith Éva Éger Döntés című könyvét is szeretném újraolvasni, úgyhogy azért vannak olyanok, amik szerintem. És írjátok igen, hogy Kulka János tolmácsolásában Libabőr, konkrétan az egyetlen hangos könyv, amit az elejétől a végéig meghallgattam, mert nem vagyok egy nagy hangos könyves, és ha van időm, akkor podcasteket hallgatok inkább, meg gyártam a sajátomat is, de a Kulka előadásában csodálatos, annyi az egy veszélye, hogy ha egyszer meghallgatod úgy, akkor nem szabadulsz, és folyamatosan úgy olvasod, hogy a hangja benned van. Nekem két év telt el, mire úgy tudtam már olvasni, megint nem a Kulka hangját hallottam a fejemben, de hallgassátok meg, tényleg csodálatos, YouTube-on fent van egyébként. Lehet tényleg előveszem és elolvasom, írja Netti, szia! Szerintem fontos, hogy az ember megtalálja az álmait, hogy a helyére kerüljön az élete, ehhez bátorság kell. Nagyon jó, amit Ilona írsz. Amúgy jókat írsz, Ilona. Örülök, hogy így tetszett. El fogom olvasni, de hagyok neki még időt. Tök jól teszed. Mit érdemes még Szerbantattól olvasni? Majd erre is válaszolok a végén. Megtaláltam. Na, Havasréti József. Áj, köszi, Ricsi. Ricsi, a történészünk hozza nekünk az információt, amit én nem tudok. 2007-ben tanulmányt írt Szerb Antal, Mint majd, ha volt címmel, összefoglalva, a művei népszerűek voltak a társadalom körében, 1945 előtt és után is, de Horthy és a 48-49-ben létrejövő kommunista Rákosi diktatúra politikai vezető rétege sem kedvelte, mert ellentétes politikai diskurzusok meglétét fedezték fel Szerb Antal műveiben. Hát nagyjából ezt gondoltam, igen. Betty írja, hogy 2 éve olvasta a legjobb korjót, köszi a lelkes beszámolót, újraolvasom közben. Húha, ennyire rohan az idő, és még van valami, amit akartam nektek mesélni az utazás, mint motívumról. Akkor ledarálom még a végén nektek ezt, és még nézem, miket írtok. Aki ráér, az még maradjon, aki nem, az meg majd egyébként a YouTube-ra fölpakolom, és vissza tudjátok akár nézni a végétől. Szerintem Mihály nem nőtt fel, csupán beleolvadt egy polgári életbe, csak elhitette magával, hogy igazi felnőtt. Ezért kísértett folyamatosan a fiatalsága, elfelejtette megkeresni önmagát, így képtelen volt túllépni a fiatalságán, nagyrészt Tamás halála miatt, aki ismerte Mihályt és vezette is az útján. Jó, amit írsz, Anett, így van. Miért szurkoltál nekik? Kérdezi valaki, de nem tudom, kinek kell szurkolni, de érdekel egyébként. Akkor növünk fel, ha beleállunk egy konvencionális polgári létbe? Kérdezi Katalin. Ő nem tudom, hogy ezt ki mondta, írta, nem hiszem, csak Mihály esetén volt ez, hogy ő ezt érezte, hogy az a felnővéssel egyenlő. Ja, közben válaszoltok egymásnak, tök jó, akkor ezt nem is olvasom el. Hú, ne legyen vége, olyan jó, írjátok! Jó, hát itt hajnalig beszélgetünk. Erdélyek vagyunk, számunkra ajánlott olvasmány, felhasználhatjuk az érettségére, ami jövő hónapban lesz. Milyen fő témaköröket jár körül ez a mű, milyen szimbólumok vannak benne, hol olvassunk utána egyáltalán. Barátnőmmel nemrég olvastuk, és sok dolog van, amit nem értünk. Most melyikre írod ezt, Adrián, az Utas és Holdvilágra? Mert hogyha igen, akkor tulajdonképpen ebben a kibeszélőben szerintem elég sok mindenre választ kaphattál. Ha pedig az irodalomtörténetre gondolsz, akkor nem tudom, melyikre írod, hogy felhasználhatjátok az érettségire ajánlott olvasmányok, erre légy szíves válaszolni, tudjak válaszolni neked. Nekem Mihály kicsit tutyimutyinak tűnik, aki annyira nem tudja, mit kezdjen az életével, merre tartson, hova tovább a múltban, és mintha azt keresni, hogy valaki megmondja, ki ő is, mit csináljon a jövőben. Hát ezt abszolút jól látod. Na, mondok még egyet nektek, amit felírtam magamnak, mert szeretném, ha erről is lenne szó. Mert ez az utazás. Ugye az utazással kezdtem, de az utazással kapcsolatosan még felírtam egy-két dolgot magamnak. Hogy egyrészt, hogy az utazás mint motívum mennyire fontos az Utas és Holdvilágban és szerb életében. Mert egyrészt utal a szerb utazási élményeire, ahogy azt már az előbb elmondtam nektek, ugye a
harmadik torony spanyolországi út helyett olaszországi útbannak az eredménye lett tulajdonképpen a harmadik torony, és ez egy olaszországi út leírás, egy esszékötet. És nyilván Szerbantal saját utazási élményei is azok, amire maga az utazás mint motivum épül. Másrészt ugye ezt is mondtam már nektek, hogy azért ez egy szimbolikus utazás, ami a műben van. Nyilván elhagyja a földrajzi helyekét is, de ezzel tulajdonképpen a gyerekkori élményeit keresi újra, és a gyerekkorában próbál, a lelke mélységei felé próbál utazni. És hogy miért olyan fontos az utazás neki, azt már mondtam, hogy 36-ban ugye a harmadik toronyban ezt elmondja, de van itt még valami, hogy ő egy alternatív, és ezt akartam megmutatni végeredményben egy ilyen hosszú felvezető után, hogy ő írt egy alternatív úti könyvet egyébként Budapestről, budapesti kalauz marslakók számára. Ez is egy ilyen kis vékonyka, ugye ez a két könyv tök ugyanolyan kiadás, hogyha megnézitek, de hát ez is fantasztikus, csak ezt az egy idézetet elolvasom belőle. Sétáljon át egy hölgyel Budára, és azután jöjjön vissza, lehetőleg ugyanazzal a hölgyel, meglátja, szerelmet fog vallani. Tudtok ennél szebbet? Csodálatos. Szóval, igen, ezt akartam nektek mondani, és ami még, amit én felfedeztem most ötödik olvasásra, és izgalmasnak tartok, és ez azért fontos, mert a saját életünkben is szerintem ilyen szempontból ezt végig gondolhatjuk, hogy mi milyen utazók vagyunk. Ha megfigyelitek, akkor azért elég sok utalás van arra vonatkozóan, hogy szerb azért a tömegturizmust, hát nem is azt mondom, hogy elutasítja, de azért eléggé ironikusan kezeli annak jelképeit, akár az úti könyvet, mert ha megnézitek, ír úti könyvet, de hát ez azért egy ilyen egész alternatív úti könyv, tele szellemességgel, és tulajdonképpen süt belőle, hogy imádja Budapestet, de azért egész máshogy oldja meg, mint ahogy azt elképzeljétek, szerintem erre a címe utal a legeslegjobban, meg az előbb az idézet, amit mondtam nektek belőle. És ami eszembe jutott, hogy, és ki is írtam magamnak ezt az idézetet, hogy hogyha emlékeztek, a legelején van ez a leírása, hogy Mihály és Erzsi nem akartak olyan utazók lenni, akik, már idézek, a múzeumok, hát a múzeumokban természetesen nem voltunk, és büszkén egymásra néznek. Szóval tulajdonképpen az utazásban is a sznobizmus és az ellensznobizmus közötti részt próbálja megtalálni. Tehát olyan, mintha lenézni azokat tulajdonképpen, akik múzeumra járnak, majd hazamennek, és akkor azzal dicsekednek, és büszkén mondják, hogy ők ebbe meg ebbe a múzeumban is voltak, és mennyi mindent láttak. És ezt csak azért tartottam fontosnak, mert egyrészt ilyen szempontból tulajdonképpen a múzeumok, meg az útikönyvek, azok, ha belegondoltak, a modern turizmusnak ilyen jelképei, vagy még fétisei, amiket végül Szerbanta nem utasít el, de hogy azért ironikusan kezeli őket. És hogy ennek értelmében tulajdonképpen Mihály és Erzsi végül is nem is turisták Olaszországban, hanem inkább utazók. És Mihály sem turista az útja során Olaszországban, hanem utazó a szó legnemesebb értelmében. És emiatt gondoltam azt, és jutott eszembe, hogyha több idő lett volna, hogy magunk is végig gondolhatjuk, hogy mi milyen utazók vagyunk. Mi olyan utazók vagyunk, főleg most érdekes ez, amikor nem tudunk utazni, és átértékelhetjük a múltbeli utazásainkat, hogy olyan utazók vagyunk, akik tényleg elmegyünk egy-egy nagyvárosba fillérekért fapaddal, és végigrohanunk a városon, és megnézzük a nagy látványosságokat, és a múzeumokat, és iszunk egyet a fő piacán, és aztán hazamegyünk, és dicsekszünk, és kitesszük az Instagramra, és mindenhova. Vagy olyan utazók vagyunk, amilyen kicsit szerintem Mihály, hogy a sikátorokat járjuk be, olyan helyekre megyünk, ahol inkább helyiek vannak, valahogy nem tudom, értitek-e, de hogy ilyen szempontból nekem egy ilyen tök jó felismerés volt, és elkezdtem én is gondolkodni azon, hogy én milyen utazó vagyok. Szóval érdemes talán egyébként úgy utazni, hogy jobban megéljük a város hangulatát, jobban olyan helyeket keressünk, ami talán nem ilyen turista központú. Ez most egyébként kicsit kevésbé kapcsolódik a könyvhöz, csak eszembe jutott ebből. Viszont ami kapcsolódik hozzá, hogy kiírtam egy idézetet, amit imádok tőle. A házak nekem nagyon sokat mondanak. Nekem olyanok, mint amilyenben régebben a természet volt a költők számára, vagy az, amit ők természetnek neveztek. De legjobban mégis a budai várat szerettem. Régi utcáit sosem untam meg. A régi dolgok akkor is jobban vonzottak, mint az újak. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amiben sok-sok ember élet beleívódott már. Amit úgy tett maradandóvá a múlt, mint kőműves Kelemenné magas Déva várát. És érdekes látni, hogy azért az Itália ábrázolásába, Olaszország ábrázolásába mennyire beleívódik a budai várnegyed, amit említettem is nektek, hogy az a történet szempontjából azért egészen konkrét és fontos szerepet játszik.
Beszélhetnénk-e a regény címéről is-e? Vagyis is-e, is nem? Kérdezi Viki. Gondolkodtam ezen is sokat egyébként, hogy utas és holdvilág. Én azt gondolom, hogy már egy regénynek a sikerét az biztos, hogy befolyásolja a címe, és ilyen szempontból ezzel óriási szerencséje van Cervantalnak, mert szerintem fantasztikus címet választott hozzá, pont annyira misztikus, mint a történet. És hát ez szerintem, nem tudom, van erre egyébként nagyon konkrét és exakt válasz, de én úgy értelmezem a címet, hogy amit most mondtam nektek az utazásról, hogy Cervantal életében milyen fontos volt, hogy mit is jelent valójában az utazás az utas és holdvilágban, hogy nem csak egy fizikai valós utazás, hanem utazás a misztériumba, utazás a múltba, utazás a nosztalgiába, utazás a gyerekkori élményekbe, az útkeresésbe. Számomra ez az utas, és hogy Mihály is tulajdonképpen az egész történetben, az egész történet utasa. A holdvilág meg számomra tulajdonképpen azt a misztériumot idézi, ami végig belengi az egész könyvet. Az, hogy... erre nincs szerintem jobb szó, hogy tulajdonképpen azt a misztikumot, meg azt, hogy Tamás szelleme kísérti, az, hogy egy halottat keres tulajdonképpen végig, vagy valakit, aki nem tudjuk, hogy egyetlen éle, nem tudjuk, hogy hogyan halt meg, vagy hogy miért halt meg pontosabban, mert tudjuk, hogy hogyan halt meg. Szóval számomra mondjuk ezt jelentette, de nem tudom pontosan, mert mondjuk erre nem gondoltam előre nagyon át ezt, hogy itt mit lehetne mondani, de teljesen jogos, hogy a címről is lehetne beszélni. Vagy mindig foglalkoztat titeket a cím, azt írjátok. Én ezt fejtettem meg, de akkor most tulajdonképpen a lényegeket szerintem elmondtam, még nagyon-nagyon hosszasan lehetne erről beszélni, de mondjuk azt, hogy akkor így tömören, majdnem több mint egy órája beszélgetünk, úgyhogy lassan be kell, hogy fejezzük. De akkor így zárásként írjatok nekem, hogy ti hogyan értelmezitek a címet. Én így értelmezem a címet, vagy számomra ezt jelenti. Amúgy hozzáteszem, nem biztos, hogy kell értelmezni a címet, hiszen nagyon sok olyan cím van, ami nem biztos, hogy szorul megfejtésre, vagy ami csak ilyen hangulat akár. Számomra mondjuk az utas és holdvilág ez. Én valahogy így értelmezem, hogy az utas az maga Mihály, aki az egész életén is átutazik, és a holdvilág pedig az a hangulat, az a misztérium, ami körbelengi az egészet. Nekem a holdvilág az árnyék, aki lehet Tamás, Mihály lelkiismerete, ami végig a nyomában jár, ez is tök jó egyébként, így van. Így van, ugye erről beszéltem korábban, hogy számomra is ez a követés motívum, Tamás szelleme, az valójában Mihály lelkiismerete. Ja, meg még egy dolgot nem mondtam, közben még írjátok, hogy ti hogy értelmezitek, addig a hold általában a női principium és a lelkiség az érzelmek világa. Wow, Anett, tök jó, amit mondasz. Akkor tulajdonképpen a holdvilág akár Évát is jelentheti, vagy akár a nőkhöz való viszonyát is jelentheti. Szerintem a címnek van átvitt értelme is, de konkrétan is előkerül a regényben kult szókép. Ajánlasz még Cervantaltól, miatt elköszönünk? Annyira megjött a kedvem hozzá? Persze, mindenképpen ajánlok még. Volt egy mondat a könyvben, ami tartalmazza a címet. Egyébként igen, volt, de most ezt viszont nem írtam ki magamnak, látjátok. Valaki ezt esetleg megtalálja hirtelen? A holdvilág nekem a tűnékenységet jelenti, de szép ez is. A hold kíséri az útján, igen, tényleg, és egyébként mennyire jó valóban, és mennyire egyszerű. Követi a holdvilágot Mihály az utas. Jaj, de szép. Írta is valahol, ami körülötte van, az nem fog, hanem csak mist nekem ez a holdvilág. Nagyon szuper és élvezetes kibeszélő volt, csak úgy repült az idő. Köszi, Ági, köszönöm szépen. Holdvilág éjjel mindig másképp látjuk a dolgokat, mint nappal. Egyébként ez is nagyon jó, amit Julianna ír, abszolút. A cím nekem realitás és romantika, ez is tök jó, amit Klára ír. Annyira jókat tudtok írni, szeretem ezteket a kibeszélőket. Nekem is sokat tud adni, meg sokat segít. Például ilyenben, hogy mondjuk a cím értelmezését, azt megmondom őszintén, nem gondoltam végig. De eszembe jut még egy dolog. Sokan tudják biztos, hogy én szerelmes vagyok Rómába, tehát nem tudom kifejezni azt, hogy micsoda hódolatom van Róma iránt. És milyen izgalmas, hogy van egy Róma fejezetünk, amiben ugye, amit igazából lehet úgy értelmezni, hogy tulajdonképpen Mihály sorsa egyenlő Róma. Ugye azt is írja, hogy idézek, csak Róma történt vele, ha szabad így mondani. És hogy amit Rómában látott, minden a végzetesség jegyében állt. Igen, ezek is gyönyörű mondatok. És hogy amikor Keats sírjánál áll, akkor pillantja meg egy autóban Ulpius Évát, és tulajdonképpen ez már a regény nagyon vége, úgyhogy a spoiler miatt nem akartam egyébként annyira részletekbe belemenni. Csak az jutott eszembe,
hogy... Ja, és igen, és Mihály itt jön rá, amikor megpillantja Évát, hogy hát ezért kellett Rómába mennie, hogy a jelek azok nem csalnak. Csak erről jutott az eszembe, hogy Keats sírjánál áll, hogy egyébként még olyan szemmel is lehet olvasni a művet, hogyha valaki egyébként hajlandó rá, hogy az iszonyúan sok irodalmi utalást, áthallást, hogy Thomas Manntól elkezdve tényleg Keatsen keresztül Shelley művein át, iszonyú durva, hogy Cervantes műveltsége mennyire megcsillant tulajdonképpen az Utas és Holdvilágban. A cím megjelenik a könyvben, idézett, a tájnak veszendő hangulata volt, és veszendő volt az utas is támaszkodva járt, és feje fölött a holdvilága. De szép. Igen. Igen, igen, igen. Kicsit, mint Éva az ember tragédiájában, ezt most nem tudom, mire írjátok. Aha, most megtaláltátok, igen, hogy mi volt a cím, meg magyarázás a könyvben. Az utazásra is kapcsolatos lehet, hogy nem turista, hanem utazó, ami azt is jelentheti, hogy a hold mindenhol a világon ugyanolyan, ugyanazt látjuk kapcsolat a régi barátokkal, akiket felkeres, tényleg valóban. Salvatore rózsaképre utal, ahol értelmét nyer a cím. Ja, írjátok, hogy hol volt a könyvben. Egy képet nézett, amin van egy bottal járó utas, és felette a hold. Egyébként ilyen borítóval is jelent meg sok helyen amúgy az Utas és Holdvilág, és hozzáteszem, hogy nekem úgy nagyon tetszik, úgyhogy kár, hogy magyar kiadásban úgy én nem találtam meg. Mert ilyen nagyon sok helyen ezzel a klasszikus velencei képpel jelenik meg. Na jó, a nagy angol romantikus Keats sírjánál azért ez egy kicsit kikacsintást írja Tibi, egyébként igen. Amikor Mihály egy kertben alszik, a holdfényben látja meg, hogy ez egy temető. Én is akarom, hogy Róma történjen velem újra, írja Eszter. Igen, milyen szép ez a mondat, nem? Most nem tudom, hol tettem, de csak Róma történt vele. Jó, szerintem nagyjából kanyarodjunk a végére, mert most már lassan másfél óra lesz a kibeszélő, pedig még aztán iszonyúan sok mindenről lehetne beszélgetni. De kértetek még egy-két dolgot, hogy például akkor Cervantestől ajánljak. Hát, ha sikerül beszereznetek, nem mondom, hogy feltétlenül nem búzdítok senkit vásárlásra, mert ezt inkább könyvtárba hozzátok ki, mert hogy tele van csodálatosabbnál csodálatosabb képekkel, és valami kevés írással, úgyhogy ezt leginkább gyűjtők, vásárolják meg ilyen sok-sok pénzért, amennyire adják őket. De hát ez a két könyv ez abszolút ajánlott, mind a kettőről beszéltem ma a kibeszélőben. Ugye az Utas és Holdvilág az alap, hiszen ezt olvastuk ebben a hónapban. Ami nekem, és szintén mutattam, angolra is lefolytották, a fordító a könyv miatt szeretett bele a magyar nyelvbe. Pontosan, itt is van, Journey by Moonlight, az a furcsa nevű Len Ricks fordította, aki egyébként azt hiszem az Ajtót is, és nagyon sok magyar klasszikus fordít angolra. Hát odáig még nem jutottam, hogy angolul olvassam, de nagyon szeretném, úgyhogy lehet, hogy majd megpróbálom ezután, bár azt hiszem nem lesz annyira könnyű. Szóval egyébként, aki nyelvet tanulna, esetleg angolul is megpróbálhatja. Egyébként elég kis egyszerű borítója van ennek. Ugye a magyar irodalomtörténet, amit említettem, tudom, hogy furcsán hangzik, és irodalomtörténet, és ki az Isten akarna ilyet olvasni, de én nagyon szeretem, és nagyon átértelmes sok mindent, és akár csak annyira, hogyha mondjuk olvasol valakitől, akár Arany Jánostól elkezdve, Adin keresztül, József Attilát már keveset említi, ugye, de hogy annyi mindenről ír, iszonyú szellemesen. Egyébként, aki nézte az előző kibeszélőt, az tudja, hogy direkt kikerestem a világirodalom történetéből, hogy mit mond Jane Austenről, és hát az is tök szellemes volt, most nem fogom megint felolvasni, de ugyanez vonatkozik tehát a világirodalom történetére, amit ugyan még sosem olvastam végig, de azért elő-elő veszem, hogyha találkozok egy szerzővel, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolt róla. Szóval hát azért figyeljétek ezt a vastagságot, azért ez a pasi ezt tudott. Úgyhogy ezt is ajánlom akár. Én most amúgy Havasrétinek a Cervantes című könyvét olvasgattam még, kibeszélőre készülvén, minden művéről ír benne, sokat azért nyilvánvalóan ebből tudtam nektek is mesélni, ennek egyébként nagyon szép a borítója, ugye az egyik leghíresebb fennmaradt kép Cervantesről. Elég irodalmár stílus, tehát hogy azért hemzseg az idegen szavaktól és társaitól, de hát gyűjtőknek is, aki esetleg el akar mélyülni Cervantesban, az én azt mondom, inkább a könyveit olvassátok, de ha nagyon érdeklődtök, akár ezt is elolvashatjátok. És ami még, hát ugye ebben a magvető sorozatban jelent meg az a pár
regénye, illetve novellás kötete. A hetedik Olivier, bevallom, hogy szerintem jó régen olvastam, úgyhogy a királyi nyakláncra jobban emlékszem, ez is egy baromi jó történet. A Szerelem a palacban, ez egy novellás kötet, ebből még mindet nem olvastam, de egy jó párat igenis, azok tök jók voltak. És hát a másik nagy kedvenc, a Pendragon legenda, amit majd lehet, hogy újra is fogok olvasni. Olvastam valahol valakinek a véleményét, hogy ő ezzel kezdte a Szerban találó ismerkedést, miközben lehet, hogy az utolsóra kellett volna. Szóval én azt gondolom, hogy talán az utolsó holdvilággal érdemes kezdeni, és akkor kicsit már megérzed az ő stílusát, szellemességét, humorát, iróniáját, hiszen ez egy igazából egy bűnügyi történet, ami tele van romantikával, meg izgalommal, meg iróniával, meg csomó groteszk és lehetetlen jelenettel és szintén misztériummal. Nagyon régen olvastam, úgyhogy csak a hangulatára emlékszem. Én azt gondolom, hogy sokszor mondjuk ez bőven elég, amire emlékezhetünk, de ezt ajánlom annak, aki esetleg még Szerbantaltól olvasna, és szerette az utast, mert zseniális. Úgyhogy hirtelen ennyi most, amiket így lekapdostam. A többi azért inkább irodalom történet, varázsolhatja a pálcáját, a gondolatok a könyvtárban, meg több esszé gyűjteménye van. Azért elég termékeny író volt, ha megnézitek, hogy 1945-ig élt, tehát 43 éves koráig, azért elég nagy életművet hagyott maga mögött, majdnem az összes könyve szerencsére már megvan. Na hát, ha van még valami kérdés a végére, akkor tegyétek fel. Aztán el kell, hogy köszönjek most már, mert tudom, hogy egyébként sokan itt maradnak a végéig, és nem akarok titeket sem fenntartani, meg hát most már mindjárt 10 óra. Igen, egyébként, Renáta írja, hogy az utas és holdvilágban is rengeteg az idegen szó, és csinált hozzá szerb-magyar szótárt. Nagyon jó, ezt egyébként átküldhetné nekem, kíváncsi lennék. Valóban egyébként, hát nyilván a műveltségét megcsillogtatja sokszor. Ez az, amit az elején említettem, hogy mint amikor egy nagy tudós tulajdonképpen próbál könnyeden fogalmazni, és olyat adni, ami kicsit már-már lehet lektűr, de azért mindig megmutatja és felvillantja az ő fölényét, hogy ő azért mégiscsak egy tudós, egy iszonyú művelt figura, aki azért ott van benne, és azért sokszor ilyen az utas is, hogy azért felvillan szerintem ez az elképesztő tudása. A Pendragonra kíváncsiak vagytok, írjátok. És írjátok, igen, hogy azt is Lenrix fordította, az Abigailt. Aha, igen. Pont most volt egy cikk, azt én is olvastam, mint Dávid linkelt. Ez volt az első kibeszélő, de az biztos, hogy mindegyiken részt akarok venni. De Cuki vagy Bernadett, örülök neki. Irodalom történeti alapmű, írja Szilvi. Hát igen. Én elkezdtem a magyar irodalom történetet, és nagyon érdekes, szerintem nem száraz. Magyar Irodalom Történet nagyon jó, írjátok, hogy ez volt az első kibeszélés, hogy örülök, hogy rátaláltam, és a csoportra, én is örülök, Melinda, hogy itt vagy velünk, meg itt voltál. Jó, szerintem... Micsoda mázni, hogy könyvtárba járok, és nem boltba, írja Klára. Írja Brigi, hogy én soha egy könyvet sem köszöntem meg az életnek, de ezt igen. Az önismeret ösvényére vitt, lehet a tehetetlenséget Mihály bemutatta, amit csak azzal lehet elkerülni, ha elébe megyünk a dolgoknak. Ismerjük meg önmagunkat, ne alkudjunk meg minden áron. Nem kell beletokosodni a társadalmi elvárások miatt. Az élet sokkal szebb és élhetőbb, hogyha nem erőszakoljuk meg magunkat. Rádöbbentett ez a könyv arra, hogy a fiatalkori barátságokat megéri felmelegíteni, nem szabad, hogy elsorvadjon. Elolvastam a könyvet, azóta minden hónapban egyszer személyesen találkozok az általános iskolai barátnőmmel. Fú, hát ez egy nagyon szép gondolat volt, ami azt gondolom, hogy méltó lezárása is a mai kibeszélőnek. Iszonyúan jól összefoglaltad, és mondod el, hogy az önismeret ösvényére vitt. Szóval így van. Ne akarjatok ti sem betokosodni, és a társadalmi elvárásoknak megfelelni. Keressétek meg azt, ami boldoggá tesz titeket, és lehetőség szerint abba az irányba menjetek. De ha éppen a nászutatokon vagytok, vagy lesztek nem sokára, vagy friss házasok vagytok, akkor talán nem most olvassátok. Elköszönök tőletek ma estére. Nagyon köszönöm, hogy velem voltatok, és csodálatos volt megint. Bízom benne, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Találkozunk a hónap végén a brilliáns barátnőmmel, aminek, figyeljétek, ilyen a könyves polcom egyébként, a borítója van itt, mert valamelyik táskámban van. Szóval ezt a könyvet a filmes borítóval most a Book24
jó voltából, meg hát az én jó voltomból, mert hogy a nyilkosoknak intéztem 30% kedvezményt, szóval aki akarja, ez Elena Ferrante nápolyi regények sorozatnak az első kötetét olvassuk el még májusban, ugye ez egy extra kibeszélő volt a kedvenc könyvemről, de ez a májusi könyvünk, hiszen a Literáró című könyveket kellett olvasni, vagy kell olvasni, úgyhogy május 31-én, talán vasárnap este a brilliáns barátnőmmel várlak benneteket itt. Ugyanitt, ugyanekkor, csak egy pár hét múlva. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, szép estét nektek!